Azt hiszem nem csak hallgatóinknak, de a városban a fiataloknak is érdemes odafigyelni erre az ajánlóra, amit most hallottak. Egri főiskolai napok, mindig egy kiemelt rendezvény a régióba. Szeretettel várjuk őket. Most pedig folytassuk azt a sorozatunkat, amit az előbb is fölvezettem, akikre büszkék vagyunk címmel. Szoktam ilyenkor kezdeni. Az előbb egy tanárúra voltunk büszkék, most ugyancsak büszkék lehetünk két hallgatónkra. Intézményünkben zajlott a 38. Szép Magyar Beszédverseny, a Kazinci országos döntője. Két sikeres hallgató ül velünk szembe, Bokor Ágnes és Koretta Lilla, akik nyertesei ennek a versenynek. Gratulálunk ez a szép eredményhez. Egy kicsit a versenyt mutassák be nekem. Mi zajlott, hogyan zajlott, kikkel zajlott, kik voltak itt? Kezdjük egymás szavába vágva. Ági? Lillának átadom a szót. Lillát passzolja Váginak, egész izgalmas meccset fog közvetíteni. Na Lilla, akkor csapjon bele. Pénteken kezdődött április 9-én ez a verseny. Először tudományos előadásokat hallgattunk meg, többek között a főiskolánkon tanító két tanárnő, Lőrinc Julianna tanárnő és Rajsz Rózsa tanárnő is tartott egy-egy előadást. Majd ezt követően Gósi Máriának az előadását is meghallgathattuk, és ezután kezdődött, aminek kezdődnie kellett a verseny. Milyen föltételekkel, miket kellett teljesíteni a versenyen, Ági? Két része volt a versenynek, az egyik pénteken, a másik pedig szombaton zajlott. A pénteki napon mondtuk el a szabadon választott szövegünket, tehát fel kellett olvasnunk egy szabadon választott, körülbelül 3 perc terjedelmű, lehetőleg esszé szöveget. A második részben pedig kaptunk egy esszészöveg, illetve ez nem esszészöveg volt, hanem szép irodalmi szöveg volt, és az is körülbelül egy 2,5-3 perces szöveg volt. Kaptunk rá 20 percet, hogy felkészüljünk rá, és ott kellett rögtönözni a zsűri előtt. Ági, már rutinosnak mondható ebbe a versenybe, hiszen legutóbb, mint szónok verseny nyerteséről beszéltünk, vagy nyertesével beszélgettünk. Melyik verseny volt a nehezebb? Más, nagyon más a kettő. A szónok versenynél úgy érzem, hogy ott nyilván hozzátartozik az embernek a személyisége is ahhoz, ahogy ezt csinálja. Itt a beszédversenynél tényleg csak az, hogy hogyan beszél, hogy milyen adottságai vannak, hogyan használja a berendezését, hogy úgy fogalmazzak. Artikulációs bázisát hogyan használja? Artikulációs bázis. Köszönöm. Lilla, azt mondtuk, hogy országos verseny, de nekem vannak információm arról, hogy ez nemzetközi volt. Így van, határon túlról is érkeztek, segíts, milyen városokból, Pozsonyból is azt hiszem, hogy jöttek. Komáromból. Komárnó részén lakik. Körülbelül 5-6 diák lehetett határon túli, akik onnan érkeztek. Mit vettek észre a beszéden? Mennyire alakul, változik? Mennyire változott meg a mi beszédünk? Hát mivel nem éltünk így 100 évekkel ezelőtt, ezért nehéz tapasztalati úton nyilatkozni erről. Megmondom, miért kérdezem. Én rám nagyon rossz hatással van az, amikor kereskedelmi rádiókat, televíziókat hallgatok, és valami fantasztikusan magyartalan beszéddel beszélnek a kollégáim, én szégyellem magam a nevükben is, és ez nagyon-nagyon bemászik a tudatalattinkba, és visszahallom az utcán a fiataloktól ezt a stílust. Ezért kérdezem, hogy mennyire érződik változás esetleg. Egyrészt ez, illetve amit nagyon sokan emlegetnek mostanában, hogy gyorsul a beszéd, és sokkal gyorsabban beszélnek a mai fiatalok, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, és az idősebbeknek éppen ezért nehezebb is már megérteni mondjuk a fiatalabbak beszédét. Erről is volt egyébként egy előadás, azt hiszem, hogy Gósi Mária tartott erről előadást, hogy szépen lassan, értetően hogyan kell beszélni, úgyhogy az idősebbek is megértsék. Valószínűleg a nézők is észreveszik, hogy választékosan fogalmaz, és szépen ejti a szavakat mindkét vendégem, hiszen Lilla Kazinci díjas, Ági pedig külön díjas ennek a versenynek. Mit jelent ez a díj az életükben? Mire készteti? Hova helyezik? Nekem nagyon sokat jelent. Én már 2008-ban is indultam a főiskolai fordulón a házi versenyen, ott sajnos csak 3. lettem, akkor nem volt lehetőségem az országos döntőre menni. Viszont most 2009-ben sikerült tovább jutnom, és az, hogy 41 emberből bekerültem abba a 9-be, akik ilyen érmet érdemeltek, ez nekem nagyon-nagyon nagy öröm volt, és nagyon jelentős.
én őszintén remélem azt, hogy, és talán tudom is, hogy ez egy lökést adott nekem ahhoz, hogy elinduljak egy olyan úton, amiről eddig nem tudtam, hogy megtegyem-e vagy nem. Én nagyon szeretnék a média felé nyitni, és akár a városi televíziónál, vagy bárhol rádióban nagyon szívesen kipróbálnám magam, hogy milyen is ez egy is. Kicsit javítson azon a fogalmazáson, amit az előbb elmondtam. Talán igen. Ez nagyon nemes cél lenne, Ági. Én egyszerűen örülök neki, és mivel kommunikációszakos vagyok, én valószínűleg majd ott is fogok, tehát médiában fog dolgozni, vagy nem tudom, hogy mi lesz, de mindenképpen egy elismerés és egy biztatás, hogy igen, jól csinálja az ember azt, amit csinál, meg amit úgy gondol, hogy érdemes jól csinálni. Környezetük mit szólt hozzá? Van tekintélye rangja ennek a barátok, barátnők körében? Sokan gratuláltak egyébként még aznap is, illetve másnap is. Viszont ami érdekes, hogy mostanában nagyon sok emberrel beszélgettem, főleg a tegnapi nap folyamán, és nagyon sokan nem tudják, hogy ez micsoda. Tehát nincsenek tisztában azzal, hogy ha valaki Kazinczy díjas, vagy mit is jelent az, hogy Kazinczy érmet kap valaki. Sajnos nagyon sokan nem tudják, pedig azért Kazinczy Ferencnek a neve, ha már más nem, akkor a nevéből lehetne következtetni arra, hogy ez milyen díj. Mondja el nekik, ez. így szokott történni, így van, elmondom nekik. Most a nézőknek. Ja, most a nézőknek. Hát 1937-ben Kodály Zoltán volt az, aki elindított egy... Végül is a magyar beszédről, a magyar beszéd romlásáról értekezett az egyik egyetemen. Majd 1960-ban Plicsi Blanka volt az, aki a Kazinczy alapítványt létrehozta. És ha jól emlékszem, akkor 1973-tól vagy 77-től indult el a verseny a pedagógus jelöltek között is. És ugye nem véletlenül Szép magyar beszéd a neve vagy címe ennek a versenynek, ahol tényleg azt nézik és azt vizsgálják, úgymond a hozzáértők, hogy ki hogyan beszél, mennyire szépen beszél, artikulál, illetve hanglejtés, hangsúly, beszédszünet, tehát ez nagyon sok mindenből összetevődik, hogy ilyenkor egy zsűri például mit vizsgál ezen a versenyen. Éltessék minél tovább szép édes magyar anyanyelvünket, gratulálok a szép sikerükhöz, és hát használják továbbra is, kerüljenek jól pályára. Most pedig akkor együtt nézzük meg, hogy a hallgató, vagy a nézőinknek mit kínálnak hallgatóink, bocsánat a szócseréért, hallgatóink készítettek programajánlatot.